Komlótermesztés. Újraélesztenék a komlótermesztés hagyományait Kastélyosdombón, ahol már az első palántákat is elültették. Krízisambulancia. A szeretet nem árt, hirdeti a Matrioska baba Kaposvár főterén. Tölgyfába vésve. Történelmünk 1100 évét örökítette meg táblaképén Vitéz Schmidt Róbert felvidéki szobrászfafaragó művész. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Elültették az első komló palántákat Kastélyosdombón. Az 1980-as években mintegy 500 hektáron termesztették a növényt hazánkban, ami 2011-re 5 hektára csökkent. A mostani összefogással a Heineken Hungária, az Agrárminisztérium és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet újraéleszteni a komlótermesztés hagyományait. Emellett a somogyi településen közel 100 rossz anyagi körülmények között élő embernek biztosítanak megélhetést is a növénytermesztésnek köszönhetően, amelyet akár már jövő nyáron felhasználhatnának a sörfőzdék. Ha kell, palántát ültetnek, vagy etetik az állatokat. A Kastélyosdombói családok átmeneti otthonában jelenleg 7 család végez önellátó munkát. Többségüknek nem lenne más lehetősége. Mezőgazdasági munkákat végzünk javarészt, termelői részen, tehát növénytermesztés, paprika, paradicsom, amit egy kertészetben meglehet. Meg hát ugye, akik ide költöznek családok, azokat próbáljuk megmutatni nekik, hogy mi a kertészeti munka. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet sok családnak biztosít megélhetést a somogyi településen. Egy olyan esélyteremtő hely, ahol az olyan családok érkeztek ide 10 évvel ezelőtt, az első 10 családunk, akik gyakorlatilag hajléktalanok voltak, és családok átmeneti otthonában éltek. És azt vállalták, hogy ide költözve megtanulják a mezőgazdaságnak egy bizonyos szeletét, állattenyésztést, növénytermesztést, hogy utána innen 2 év után kiköltözve önálló élet kezdése, önálló esély, tehát ezt az esélyt megteremtve olyan életet kezdjenek, ami nincsenek rászorulva a szociális ellátórendszerre. Az Agrárminisztérium és egy sörgyártó cég támogatásával ezentúl komlót is termesztenek majd Kastélyosdombón. Nem az üzleti része a legfontosabb. Nyilván nem közömbös, és nem szeretnénk azt, hogy ez deficittel működjön, de alapvetően az a döntő, hogy itt foglalatossághoz jussanak az emberek, jövedelemkiegészítéshez jussanak, és ha véletlenül úgy adódik, hogy még egy pici kis jövedelem is termelődne, akkor az természetesen az intézményi rendszerünknek a fenntartására fogjuk fordítani. Az 1 hektáros területen 2300 palántát ültettek el. A legfontosabb számunkra az, hogy itt tényleg egy fenntartható közösséget tudjunk támogatni, hiszen mi hiszünk abban, hogy elsősorban a közösségünket támogassuk. Ezért is dolgozunk már együtt hosszú ideje a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel. Az itteni projekt célja pedig, hogy az itt élő családokat és az egész régiót tudjuk támogatni, emellett ha sikerül jó minőségű komlót termeszteni, az egy plusz jó dolog. Az 1980-as években 500-550 hektáron termesztettek Magyarországon komlót, ami 2011-re 5 hektárra csökkent. Nagy István agrárminiszter azt hangsúlyozta, a komlótermesztés újraélesztése jelentős gazdasági előrelépést is jelentene. Amikor látjuk, hogy már működik, látjuk azt is, hogy milyen gazdasági környezetet vonz magával, megéri-e, nem? És én azt remélem, mivel felvevő piac van, hogy ez Magyarországon egy olyan felévelő sikerágazat lehet, amivel az Agrárminisztérium minden segítséget és támogatást megkíván adni ahhoz, hogy újabb ültetvények létesüljenek. A tervek szerint az első komlószüretet jövő nyáron tartják majd a Kastélyosdombói ültetvényen. A szeretet nem árt, hirdeti a Matrioska baba Kaposvár főterén. A bántalmazó kapcsolatokban élők egy látszatot mutatnak a külvilág felé, egy titkot próbálnak elfedni, ezt jelképezi az alkalmi figyelemfelhívó installáció. A mosoly mögött ugyanis sokszor szenvedés, verbális vagy testi bántalmazás áll. Az elmúlt hetekben nyílt meg a 7. krízisambulancia hazánkban. Ennek apropóján az országos kampány részeként érkezett az installáció a somogyi megyeszékhelyre. A cél, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy sok bántalmazott mosolyog a külvilág felé, miközben belül szenved.
a Matyóska baba néhány napja látható Kaposvár főterén. Azóta nőtt is a segítséget kérők száma. Egy kicsit többen jelentkeztek az elmúlt napokban, tehát az előjegyzési naptárunkban már több új nevet is vettünk fel. Amúgy fokozatosan emelkedett az ügyfelek száma, akik spontán érkeztek a jelzőrendszeri ajánlás nélkül is. Nem csak bántalmazott nők, hanem férfiak vagy idős szülők miatt is kérnek már segítséget a bajba jutottak, mondta a januárban megnyitott kaposvári krízisambulancia szakmai vezetője. Azt gondolom, hogy ez a mi munkánknak a lényege, hogy korán sem már csak bántalmazott nőkről beszélünk, hanem bántalmazó kapcsolatban élő emberekről beszélünk, és a krízisambulanciára olyanok is jöttek eddig is, és jöhetnek, akik eddig máshol nem tudtak segítséget kérni. Pontos számadat nincs arról, hogy jelenleg mennyi ember él bántalmazó kapcsolatban. Sokan ugyanis nem mernek segítséget kérni. Helyette tűrnek akár évtizedeken át, mondja Proszonyák Ida. A látencia az továbbra is elég magas, bár bizonyos esetekben mondjuk már a testi bántalmazásnál előbb kérnek segítséget, de akár egy gazdasági vagy érzelmi, verbális bántalmazás, ami évtizedeken át tart, egy zsarnoki létben való családi működés miatt eddig nem tudtak hova fordulni. Azért ugye 2013 óta a büntető törvénykönyvben is megjelenik a kapcsolati erőszak fogalma, és az magába foglalja, tehát akár ha bizonyítható, akkor akár az ilyen verbális vagy a gazdasági erőszak is büntethető, büntetendő, hogyha eljut odáig ez az egész. A krízisambulanciákon egy csapat dolgozik, szociális munkással, jogásszal, pszichológussal, bűnmegelőzési tanácsadóval. Így a bajba jutott, bántalmazott egy helyen kaphat komplex segítséget. Egyre népszerűbb az online élelmiszerkereskedelem. Tavaly közel 23%-kal emelkedett, és hasonló bővülés várható a következő időszakban is. Az Origo arról ír, hogy egy átlagos online bevásárlás értéke duplája a boltiénak. Az internetes élelmiszervásárlók közül a legtöbben kismamák, gyerekes anyák, akik időt akarnak megspórolni ezzel a módszerrel. Erdély minden részét bemutatja Vuncs István kiállítása, amely a Somogy megyei kormányhivatal galériájában látható. A 31 képen tájak és emberi sorsok mesélnek Székelyföldről és az ottani életről. Hamarosan mutatjuk a részleteket. Balatonföldváron elkészült a Kvassai sétány partvédmű felújításának első szakasza. A munkálatok szeptemberben kezdődtek a kikötőtől nyugatra fekvő részen. A város további szakaszokat is rendbe szeretne hozatni. Az összesen 22 millió forintos felújítási költség felét a település önkormányzata biztosította. A pénzt a Balatonfejlesztési Tanács pályázatán nyerték el. Történelmünk 1100 évét véste tölgyfába Vitéz Schmidt Róbert. A felvidéki szobrász és fafaragó művész 6 éven át készítette a 10 négyzetméteres táblaképet, amely az országjárás 17. állomásán Kaposváron látható december 4-éig. Ezen a részleten a II. Világháború, II. világégés látható. Ez kimondottan nagyapám története, ő is a Donkanyarhoz vonult ki Tatáról, ahol azzal a raporttal 900-an mentek ki, és 22-en tértek haza a Donkanyarból. A pozsonyi csatától indulva a magyar történelem fontos momentumait véste tölgybe a felvidékről származó Vitéz Schmidt Róbert. Megörökítette többek között a Rákóczi és az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot. Mindezt a táblakép kaposvári bemutatóján a szobrász és fafaragó művész elmondta, a szlovák oktatási rendszer nem adott számára megfelelő betekintést a magyar történelembe, ezért álmodta és valósította meg ezt az alkotást. Valahogy ez a hiányérzet, ami hát úgy bennem is, meg talán látom, hogy a társaimban, fiatal gyermekekben is ott van, hogy hát az a hiányérzet, hogy olyan keveset tudunk a magyar történelmünkről, őstörténelmünk, új történelm, 56, kitelepítés, egyéb dolgokról, és én szerettem volna egy ilyen nyitott történelemkönyvet. Egy olyan történelemkönyvet alkotni, így fába vésve, ami egységében mutatja be
történelmünket. Az alkotó nem csak a főbb történelmi eseményeket, hanem ezek jeles alakjait is megörökítette a táblaképen. Így Árpád fejedelem, Szent István, Szent László és Mátyás király arcképe is látható, s mindent összetart a Szent Korona. A csodálatos fafaragás önmagáért beszél, címe himnusz. Az alkotás átöveli a magyarság történetének leglényegesebb pillanatait. Történelmünk 1100 évének olyan momentumait emeli ki, melyek a mai napig hatnak, melyek hozzájárulnak identitásunk megőrzéséhez, melyek nélkül nem beszélgethetnénk magyarságunkról. A tölgyfába vésett 10 négyzetméteres alkotás 6 éven át készült. Az országjárás 17. állomásaként december 4-éig látható Kaposváron a Vármegyeházán. Ezt követően Kiskunfélegyházán, majd Balatonfüreden mutatják be. Idén is lehet korcsolyázni Balatonlellén a BL Yacht Clubban. Lesz most is téli finomságokat kínáló hütte, korcsolya és fakutya bérlés, valamint számtalan különleges program. Az adventi fesztivál hivatalosan december 1-én kezdődik, de a műjégpálya már november 24-től várja az érdeklődőket. A balatoni kör több hagyományos rendezvényt olvasztott össze, ilyen a Balatonlellei karácsonyi vásár, a balatoni adventi gasztropiknik és a Mikulás regatta. A faszén égetőktől egészen a Tusnádfürdői katolikus templom egyedi stílusáig Erdély minden részét bemutatja Vuncs István kiállítása. A 31 képen tájak és emberi sorsok mesélnek Székelyföldről és az ottani életről. A 45 év munkáiból nyílt tárlat egészen november végéig látható a Somogy megyei kormányhivatal galériájában. 83 és 85 között épült. Ennek az a különlegessége, hogy népi motivumokkal, népi dolgokkal van berendezve, semmi a korábbi katolikus templomokra jellemző díszítés vagy díszítő elem nincsen. Ezt a képet még 2011-ben készítette Vuncs István egy Tusnádfürdői útja során. A fotós immár 60 éve ragadt fényképezőgépet, hogy megörökítsen egy-egy pillanatot. 1958-tól fotózok, az akkori általános iskolás osztályfőnökön tanított megfotózni, és hát tulajdonképpen mindenhol elkísért a fotó. Szakmába, autószerelő szakmába végeztem, mester autószerelő. A cégnél, ahol dolgoztam, a Volánnál ott is fotóztam, aztán fotóztam, mikor katona voltam, azután a Somogyi Fotóklubnak lettem a tagja, de amatőr filmeztem is folyamatosan, több munkánk nyert különböző helyeken vetítési jogot, meg helyezést is. Bár sok témában készített képeket az elmúlt 6 évtized alatt, szívéhez mégis az erdélyi tájak fotózása áll a legközelebb. A Somogy megyei kormányhivatal galériájában nyílt tárlaton ezúttal 31 fotó mutatja be a vidéket, a településeket és az ott élő embereket. Tulajdonképpen Nagyváradtól Brasson keresztül Déváig sok felé jártam, de elsősorban a Csíki és a Háromszéki medence az, ami ahol hát úgy mondhatom, hogy otthon vagyok, ott vannak barátaim. Hát ezek az utolsó ebben évben készült, és visszafele 20 éven keresztül, és van kettő darab, ami 1973-ban készült, a Gyilkostó és a környéke tulajdonképpen, az 73-as színes diából készült most az elektronikus után. A tárlat legrégebbi fotója ez az 1973-ban készített kép, amely a Szerpentin nevet kapta, s a Békásszorosnál készítette Vuncs István. Az alkotó számos alkalommal látogatott már el Erdély különböző részeire, ahol nem csak új embereket ismert meg, hanem sok élménnyel is gazdagodott. Fotóin pedig nem csak a tájak, hanem az emberi sorsok is megelevenednek. Szép az erdélyi táj, sok mindenben talán ilyen szempontból előrébb járnak, legalábbis hozzánk képest. Jobban törődnek egymással és a tájjal, mint ahogy itt a városban mi. A kiállításon Hegedűs György, a Somogyi Fotóklub elnöke kiemelte, az alkotó fotói híven tükrözik Erdély szépségeit. Ez a képanyag is láthatja azt, hogy Vuncs István értő, technikailag, szakmailag is érett fotósként meglátta a
mondani valót a hatalmas erdélyi táj Székelyföld szépségeiben. De jó ízelítőt kapunk nem csak a tájak szépségéből, hanem a világörökségi részét képező Segesvár gyönyörű városképéből. A válogatott fotókból nyílt kiállítás november 29-ig látható a Somogy megyei kormányhivatal galériájában. Siófokon maraton és félmaraton utcai futóversenyt tartanak november 24-én és 25-én. A 15. KNTH mozdulyra jelentkezők több távon is próbára tehetik kitartásukat és teljesítő képességüket. Bővebb információkat a siofok.hu weboldalon lehet találni. Balatonszemesen vízkár elhárítási gyakorlaton vettek részt a helyi, a Balatonszárszói és a Balatonöszödi önkéntes települési mentőcsoportok. A gyakorlatot a siófoki katasztrófavédelmi kirendeltség szervezte. Célja, hogy az önkéntesek elsajátítsák az alapvető feladatokat egy esetlegesen bekövetkező vízkár esetén. Lezárás, megfogod, lehajtod ide az alsó két sarkához. Így fölemeled, és így magad felé hajtod, így kezded le. Nyúlgátot építenek a települési önkéntesek Balatonszemesen. A gyakorlat keretében megtanulják, hogyan kell megtölteni a homokzsákokat, majd abból, hogyan lehet megfelelő gátat építeni egy esetleges vízkár esetén. A legfőbb veszélyeztetettséget ugye a rendkívüli időjárási következmények során kialakuló helyi vízkárok jelentik, és nagyon fontos, hogy az érintett településeken legyen egy jól összeszokott önkéntes csapat, akik az elsődleges védekezési feladatokat el tudják végezni a településen addig, amíg a segítség nem érkezik a helyszínre. Az önkéntes csoportok éves szinten gyakorolják, hogy mik az elsődleges teendők egy esetleges vízkár esetén. Akkor legyen köztetek olyan, aki végig jól megtapossa. Ha lehet, akkor ne a leggizdább ember, jó? Tehát azért súly legyen, és nagyon meg kell taposni ahhoz, hogy igazodjon benne a homok. Az alezredes szerint a bajban nincs különbség a hivatásos vagy az önkéntes civil állomány tagjai között. Egy célért küzdünk, embertársaink életének, anyagi javainak védelme, illetve környezetünk védelme érdekében, és az önkéntesen jelenlévő állampolgárok ugyanolyan tettre késztek és elhivatottak egy védekezés során, és sokszor erejükön felül teljesítenek. A siófoki katasztrófavédelmi kirendeltséghez 3 járás 69 települése tartozik. A szakemberek szerint a gyakorlatok azért is fontosak, hogy az önkéntesek megismerjék egymást, és így egy bekövetkező kárelhárításban már összeszokottabban tudják megtenni a kezdeti lépéseket a további segítség megérkezéséig. Szolgálaton kívüli rendőr mentett kutyákat Barcson, több fiatal állat csúszott be sétáltatás közben a Rinyapatakba. Az egyenruhás egy merítőháló segítségével emelte ki a vízből a bajba jutott kiskutyákat. Később a helyi állatmentők a menhelyre szállították azokat. Közben felmerült a gyanú, hogy gazdájuk dobta őket a patakba, ezért a barcsi rendőrkapitányság eljárást indított az ügyben, írja a polisz.hu. Komlótermesztés. Újraélesztenék a komlótermesztés hagyományait Kastélyosdombón, ahol már az első palántákat is elültették. Krízisambulancia. A szeretet nem árt, hirdeti a Matrioska baba Kaposvár főterén. Töltyfába vésve. Történelmünk 1100 évét örökítette meg táblaképén Vitéz Schmidt Róbert felvidéki szobrászfafaragó művész. A Somogy TV adását élőben is követhetik a www.somogytv.hu oldalon. Holnap napsütéses, derült idő várható, hamarosan jövünk az időjárás jelentéssel.